Sziasztok, én Megyeri Sára vagyok, a Jinja alapítója és az Ehető Erdő című könyv egyik szerzője. A toalettemen látszik, hogy már autót is toltunk, de vannak olyan növények, ami miatt megéri mindenféle ilyesmi kaland. Például itt állok egy bokor mellett, ami miatt vállaltunk mindenféle viszontagságot, ez a sóska borbolya. Erről azt kell tudni, hogy egyrészt gyönyörű, iszonyú mutatós, piros, apró szemű bogyói vannak. Úgy néz ki nagyjából, mint a ribizli, arra hasonlít, csak a ribizli gömbölyű, ez meg inkább hosszúkás, és csillogósan savanyú íze van, tehát valami elképesztően gyönyörűséges gyümölcssavai vannak. A közép-ázsiai konyhák rajonganak érte, tehát Grúziától Iránig rengeteget használnak belőle, és az benne a külön vicces, hogy az ilyen nagyon-nagyon drága, kiemelt delikát boltokban árulnak iráni borbolyát itthon, kicsivel drágábban, mint a szarvasgombát, és ezek szerint megmutatom nektek. Nagyon gyakran ültetik egyébként parkokba is dísznövénynek. Onnan azért nyilván ne szedjük le, mert nem tudjuk, hogy mi minden történt vele, de ugyanez a fajta. Vannak eleve olyan bokrok, amiknek már tavasszal vörösek a levelei, tehát az egy másik változata, de gyakorlatilag ugyanez. Ha tavasszal jöttünk volna, akkor a leveleket is nyugodtan ehettük volna, mert hogy ugyanolyan iszonyú finom savanykásak, mint maga a bogyó, amit majd megpróbálok elérni, megbegyűjteni. Van nem is kicsi oxálsav tartalma, úgy, mint a sóskának. Tehát akinek nagyon megterhelné a vesét, az ne egyen belőle kilószámra. De mindenki másnak boldogan ajánlom, hogyha az erdőben jár és szomjas, akkor keressen egy borbolyabokrot, ami ugye így néz ki. Finom puhák az ágai, gonosz tüskéi vannak belül egyébként, tehát hogy rányúlni nem annyira jó. És utána megkóstolja meg a levelét, ezek már ilyenkor eléggé rágósak, húsosak, mert így a széle is egy picit szúrós, de az íze nagyon finom. Na, elkezdek fölkapaszkodni a bogyókért. Az bennük a szerencse, hogy mivel fürtökben vannak, hogyha fogunk egy ollót, akkor sokkal gyorsabban és értelmesebben, meg pusztítás nélkül tudjuk gyűjteni, és utána szépen otthon egyenként le lehet szedegetni majd a szárakról a bogyókat. Logikus lenne, hogyha megfognám, és így lehúznám az egészet, csak abban az a veszélyes, hogy egyrészt jönnek vele a levelek, és nem akarom pusztítani a bokrot, másrészt meg ott vannak rajta ezek az óriási tüskék, tehát hogyha erre rámarkolok és véghúzom rajta a kezem, akkor abból elég csúnya sikoltozás és káromkodás is kialakulhat, ami egy videófelvételnél nem annyira hasznos. További nagy előnye a borbolyának, hogy nagyon sokáig a bokrokon marad, és amikor nem ennyire, most az esős idő miatt gyönyörű szép húsosak, meg lédósak, de amikor szárazabb az idő, vagy már sokkal hidegebb van, és esetleg a bokrokról már le is hullanak a levelek, a bogyók akkor is nagyon-nagyon sokáig fennmaradnak, és gyakorlatilag ráasszalódnak a bokrok, vagy a bokorra, tehát hogy nem fognak lepotyogni, csak nagyon kevés százalékuk, és az íze is megmarad, tehát nem múlik el, vagy nem keseredik meg úgy, mint a többi bogyó, hanem gyakorlatilag aszalt formában fönnmarad a madarak nagy-nagy boldogságára, meg a miénkre, mert nyilván a savai egy kicsit csitulnak, amikor aszalódik össze, de ettől függetlenül a csillogós íze megmarad, és ugyanúgy lehet vele elbánni, mintha házilag aszaltuk volna, tehát vissza kell áztatni, vagy egyenesen majd, amit a konyhába megmutatok, beledobálni a rizsbe. Alaposan megszenvedtünk a sóska borbolyáért, de higgyétek el, megéri. Most fogom bemutatni, hogy miért és hogyan. Nagyját megpucoltuk, meg hát meg is száradtak be pont, ahogy a nagy esőben szedtük. Azért hagytam egybe egy-két fürtőt, hogy lehessen látni, hogy kell megpucolni. Ilyen kis csingeringi, még fülbevalónak is gyönyörű lenne. És itt szépen egyenként egyáltalán nem olyan macerás, mert viszonylag könnyen le lehet szedni a száráról. Viszont, hogyha ezt benne hagyjuk az ételben, akkor nagyon-nagyon szúrós lesz, mert elég kemény. Úgyhogy ez a művelet sajnos kihagyhatatlan. Aki nem kóstolta még, vagy legalábbis először használja, annak most megmutatom, hogy hogyan főzze bele teljesen simán rizsbe, és egy 10 perc alatt összedobható, hogy elkészíthető sima rizsből elképesztően különleges köretet lehet készíteni vele. Tehát a világ legegyszerűbb dolga, fogom a kedvenc főzőedényemet, annyi rizst, amennyire éppen ingerenciám van. Egy olyan jó maréknyi borbolyát teszek hozzá. Sózom. Felöntöm nagyjából kétszeres mennyiségű vízzel. Megvárjuk, amíg a rizs elkészül. A végén
fogom magam, lekapcsolom a platnit és csak lefedem, hogy a maradék nedvességet is magába szívja, meg még jobban összeérjenek az ízek, és utána már csak tálalni kell és kitalálni, hogy mi az, ami mellé adjuk köretként. Gyönyörűen beszívta a maradék nedvességet. Én viszont most fogok egy tálkát, és szépen kitálalom. Jó étvágyat a borbolyás rizshez!